Most pedig következik egy zseniális petezselymes karalábékrémleves, egy kis sertéspástétommal és sprítossal, és hát ezzel a recepttel az a célunk, hogy megmutassuk, hogy olcsó alapanyagból is lehet nagyon-nagyon finomat és változatosat készíteni, és ez a recept gyakorlatilag nem kerül többe 1000 forintnál, méghozzá 4 főre. Hát első lépés az maga a pástétomnak az elkészítése, egy tűzforró serpenyő, ami már füstölög, ebben megpirítom a sertéskocka húst, egy pici olaj, és mehet is hozzá a husi. Hozzáteszek egy babérlevelet, kellemesen megpirult a sertéskocka, akkor jöhet hozzá a finoman vágott sonkahagyma és fokhagyma. Alaposan megborsozom, már az elején, és mikor alaposan megpirult a hús is és a hagyma is, akkor fölöntöm annyi vízre, hogy ellepje, és ebben a bőlében fogom vajpuhára 1 órát, 1,5 órát fárolni magát a sertéskockát, addig viszont elkészítem a karalábi levest. Ehhez olvaszok egy kis vajat, kisebb fazékban. Ha elolvadt a vaj és kellemesen habzik, akkor jöhet hozzá a kockákra vágott zsenge karalábé. A karalábét meg is sózom azonnal, és egy picit párolom a vajon, és amíg az megtörténik, egy picit csalok, ugyanis a karalábé levesbe fogok egy kis sárgarépát rakni, mint betét. Ezt viszont a sertéssel fogom megfőzni. Így, ahogy van, egészbe csak hozzárakom. Ha a karalábé egy picit megpárolódott, és talán össze is esett, akkor egy icipici cukrot rakok hozzá, és jöhet a tej, és eljött az ideje, hogy egy icipici sót rakjak a sertéshez is. És nincs más dolgom, mint hogy a karalábé puhára párolódjon, illetve a hús is. A sertéshúsi majdnem elkészült, körülbelül 1 órát párolódott. A sárgarépát kiveszem, félreteszem, és a csirkemájat, amit egy picit földaraboltam, most hozzáadom a sertéshez, elkeverem, és néhány perc alatt puhára párolom a májat is. Nem kell több 5 percnél, és amíg a máj párolódik, addig befejezem a karalábi levest, belöntöm a karalábét a turmixba. Ilyenkor frissítem egy kis tejszínnel a levest, adok hozzá még egy kis vajat, frissen vágott petezselymet, és néhány csepp citromlevet, mehet a turmix, és óvatosan, de sokáig turmixolom. Kész is a karalábi leves, leszűröm, a karalábi leves teljesen készen van, és elkészült a sertéskocka a csirkemájjal, semmi más dolgom nincs, mint kiönteni egy keverőtálba, és összetörni. Ehhez van egy ilyen burgonyanyomó, nyugodtan essünk neki, és törjük össze. Kész is van, és hogy még krémesebb, még szaftosabb legyen a pástétom, rakok hozzá egy kis kacsazsírt, egy kis vajat, ami mindenféleképpen konyha hőmérsékletű, semmiképpen sem a hűtőből érkezett, és egy villával addig kavargatom, amíg a vaj elolvad. Jött egy csattos üveg, és jól megtövöm a csattos üveget a pástétommal. Kész is, ebben a formában hűtőbe rakva akár egy hétig is eláll, de hogyha körülbelül 1-2 centivel kevesebbet rakunk bele, és kiöntjük olvasztott sertészsírral, akár egy hónapig is. Lezárom, és mehet a hűtőbe. Kész a karalábi leves, kész a pástétom, semmi más dolgom nincs, mint pirítani egy kis kenyeret a sütőben, valamint a kimentett sárgarépát összevágni kockákra. Kész is a kenyér, hozom a sütőből, jöhet a pástétom, jöhet a forró karalábé krémleves, amit egy picit rámelegítettem, de nem forraltam föl, hogy a vaj ne csapódjon, illetve a petezselyem se veszítse el a színét, illetve a sárgarépa, betétgyanánt, a leveske ezzel elkészült, és akkor jöhet a pirítós a pástétommal. Elkészült a petezselymes karalábékrémleves, a sertéspástétommal, illetve a pirítóssal. Egyszerű, tökéletes és nagyon-nagyon finom. Jó étvágyat kívánok hozzá!